Sziasztok, itt újra ezt után. Most a Dungeon Siege játékot fogom játszani. Megy rajongom, már nagyon várta. Itt az idő, hogy teljesítsem az óhaját. Nos, már nagyon régóta játszottam már ezzel a játékkal, amikor... Évek kezdett, amikor ezt megkaptam Dungeon Siege 2-t. A Dungeon Siege egyet csak olyan 20-valahány évesen, de... Abban 20-valahány évesen kezdhettem bele. Úgy 20 évesen. Tehát már nagyon régen játszottam. Tehát... Tehát nő lesz a karakterem, és... Kánon sztori szerint... De nő volt a hős az első szériában, hát így ezért... Ezért lesz nő. És miért Lady Mont Baron? Hát igazság szerint ez lenne a neved. Hát a keresztnevéd ismeretlen. De a Kana Story szerint ilyen neve volt. De hogy mi volt a keresztnevéd, azt rejtély. Az mindig rejtély fog maradni. Szóval, ami a nehézséget illeti. Itt kicsi ital is sebeznek, ez lenne a fel. Fairplay csata, és ez pedig a nehéz kihívás. Amikor még a normálás keményebben támadnak. Tehát mennyiben jó játék ez. Összesen 8 karakterem lehet. Viszont a könnyű végjátszást azt még egy karakterre is meg lehet csinálni, könnyedén. Még halál nélkül is. A normát sikerült halál nélkül menjen. Most felmerül egy érdekes kérdés. Meg tudnám-e csinálni nehézzel? Hát van egy érdekes stratégiám. Azzal, hogy nem szabad sietni. Meg kell erősíteni a karakterét legalább 60-ig. Annyit mondhatok, hogy a rész a legdurvább. Ha túl tudom azt érni, akkor sima, hogy megnyerni a Dungeon Siege-t. Normál ma kiterveltem, hogy nem fogok túlságosan lassulni. De a nehézben viszont lassulni fogok. Tehát ez is miért személyek van rajtam, hát mindenkiben nehézre fogom állítani. Ja, és még valami. A Dungeon Siege, ha utána megjelen, utána jön a Legends of Rana. Aztán jön a Dungeon Siege 2. A Throne of Agony az kérdéses, hogy vajon ki tudom-e próbálni a PC-n úgy, hogy PSP szimulátorra. Aztán jönne a Broken World, majd a Dungeon Siege 3, Treasures of the Sun-nal együtt. És azt is hardcore-ban. Minden esetre, ha nehezen nem tudom halálni, hogy kijátszani, akkor normálban csinálok egy maratont belőle. De angol nyelven. Ja, és még valami, a Legends of Rana-t az játszással csinálom meg, ahogy a Dead Rising 2 off the record. Úgyhogy lássuk, tudnék-e halálni a Dungeon Siege mestere lenni. Az Arana kontinensen régen. The once magnificent empire of stars had crumbled into oblivion. Paralyzed by its hungry legions. Le van bénulva a hatalmas légiósok által. But the 10th legion, the dying empire's most valiant soldiers. A 10. légiósok a legmegbízhatóbb katonák és a legmegbízhatóbbak. Seeking to preserve what their empire had lost. Here, in the rugged mountains and the rich valleys of their new home, they founded the kingdom of Ems. Ők találták meg Elf királyságot. 300 éve volt béke és szabadság, de annak ára volt. Was a price. Few now remember the evil that opposed them. Csak néhányan emlékeznek a gonoszra, amelyike a légiósok ellen van. De senki nem gondolt arra, hogy egy
Így kertésze lesz le. Az, aki megmenti a királyságot. Megjelenik egy öreg úr. A krágokkal támadtak. Nem tudtam visszatartani őket. Tényleg sokáig élsz, de nem tehet semmit egy öreg Norikért. Menj Stonebridge-be, és találd meg Gion. A krágok elárultak minket, a bátorságot szükség lesz a királyától. Menj most. Itt az idő. Jó van, büdös basszokok. Most megbányátok el, hogy kigeztetek a királysággal. De először is szükség lesz egy ilyesmi. Most figyeljétek mekkora tűt. Első fejezet, Stonebridge. Keresem egy Nori bátyát, ki ott Stonebridge-ben. Aki nem hiszi, hogy nézve van látva, bizonyíték itt van. Nagyon brutálisat fog ütni. Most még egy óráig biztos, hogy egyedül fogok harcolni, amíg nem találok csapattársakat. De maximum csak 80 lehet. Minden eszköz fontos. Azok pénzt adnak. Úristen, nagyon durvát ütött. Látják, mondtam, hogy nagyot üt. Ilyenkor sokat kell cseleznem. Ahogy látom, még nincsen italom. Van te italom? Rég? Az vajon micsoda? Ez egy fos. Ez is fos. 2-es, 4-es. 3-as, 5-ös. Egyénként kell kiütnöm mindet, hogy ki legyen esélye. Na, itt az első pós. Ja, a mana. Azt csak mágusokkal használhatják. De én nem. De fontos megjegyzés, aki kardot használ, azt tudja jobban bírni a támadásokat. Mert azok kapadnak magasabb páncért, de a mágusok csak gyenge páncért kaphat. Hogy egy harmadra csökken a HP-m, akkor azt már figyelmeztetés jelent. És itt a vörös gyógyítót kell használnom, és kiváló az, hogy folyton így lestoppoljam. Mert akkor így akkor taktikázhatok, hogy merre meneküljek.
Jelenség minden ütlesben áll. Autosaving. Megnézem, hogy elfelé még jelenség. Tavonás! Kitűnő. Bár van valami könnyű kitűnő. De az baj, hogyha mellé megy. És a főbossz itt Gold. A szekék vezetője. Aki... Aki megszállt egy déva. Jaj, ne. Ki tudja, melyikünk fog nagyot ütni. Állj. Oké. Okay. A következő jelenségnek 12 HP-ig lesz. Van egy érdekes, tehát az a érdekes statika az, hogy amikor az idézőkhöz érkezem, akkor addig ne nyírjam ki az idézőt, amíg nem erősítek meg egy kicsit. Annélkül nagyon kicsi lesz az esély. Mert a robotok, a robotos pálya a legrosszabb. Első szint. Tehát itt nullától kezdünk. Ja, igen, és még valami. Ez a legfontosabb. Ennek kell leginkább nőnie. Kardozóknál az erőnek kell nőnie. Ijászoknál az ügyességnek, mágusoknál az intelligenciának. Ja, és van ebben egy érdekes bug. A tündérek. Bizony, hogyha a tündérek rosszul adnak életet, vagy manát, akkor az már bug, és akkor elrontotta a végjátszásomat. És mivel végjátszást csinálunk, így nem szabad mentenem, amikor a tündérekhez érek. Reménykednem kell benne, hogy nem bugolnak. Grandma nem támad meg. Kettővel együtt nem sok esélyem van. Állj! Honné támad. Na, az ilyet Dragonage-ben is be kell vetni. Jaj, hárman támadnak egyszerre! Jaj, de durvát üt. Na, most már harcoltunk. Bravo. Blunt Dagger. Ez kettőtös. Áh, szat se ér. Amit normálban bevetettem is, és a robotoknál volt, az itt nehézben biztosan nem fog beválni. A goblinok az ott kurva nagyot üt. Még gomnás erősebb. De persze nem úgy, hogy HP szempontból, hanem amikor odaérek. Hanem szint szempontból. Mert annyi a szintem, amennyi az övé.
Na, itt az első páncél. De ez itt kurva gyenge. Egyesével kell őket ütnöm, hogy legyen esély. Következő. Ketten egyszerre. Na, itt nem szabad mellé menni. Ez csak van. Na, de ne így. Figyelj. Jó, most már ütheted. Ne, ketten egyszer. De már nincs akkor előtt, hogy jöjj vissza is. Ez hatos. Jó. Ez kékkezes. Fényi. Állj! Kutya! Fuck! Üsd már ki! Na most harcolj!
Így né. Aki akar még jelenkedni, kinyugasztom, jöjjön. Jöjjön most, hogyha... hogy ma adjon a én mindörök. Ez nem fontos. Na. De miért ennyit sebez? Na, bozsa, ez az, mi miatt tartok a nehéztől. Normálban nem ütött ekkorát. Hényi. Vája. Ha majd egy adódot, akkor tegyünk hozzá egy kék kereset. Nem is tudom. Ezek lassan mérnek, úgyhogy... Miért nem éri tovább? Ez mellé megy. Hát nem is igazán jobb fejben. Csak kettő health potion. Picsáva! Erősebb fegyver kéne, mint ez. Mindenki kirottok, mindegyik ellenség itt
ad valamennyi XP-t. Attól függően mekkora kárt teszik benne. Ma! Van itt egy medve is. Úgyhogy óvatosnak kell lennem. Jó, most már küzdhetünk. Jó. Jaj, ne, ezek hárman vannak, így nem bírok velük. Hárommal. Egyszer támadnak. Ne menj mellé! Most egy ütés neki, így jó. Magic Armor. Ezt csak mágus használhatja. Mert hámszintes. Ketten vannak, baszki. Égyni. Nem kell félni. Ha csak nem 55 HP-ig van. De a Dungeons is kettőben, de a szintettől függ, hogy jöjj nehéz az ellenfél vagy se. Strength. És még van 27 óra alatt megcsináltam a Dungeon Siege normálban, de ez könnyen lehet 40 óra is, hogyha... Úgyhogy az erőmet akarom növelni. Nő kontra medve. De ott csalás nélkül ez nem lesz. Thank you.
Na, gyorsan támadott. Így. Négyben kettő. Áj! Nagy becsúszadó csulással. Nézzük ki, ekkora tűt szendi. Na, ekkora tűt. És van egy Altans Leader. De ezt is megerősítjük szépen. De ez az íze egy szar. Ez túl keveset ér. Nem kell félni tőlük. Most már víz fejük. Jaj, ne! No! No! Tudj már! Egy kis híve üti. Oh. Rock Club. Thank you.
igen. Most már ők sem tudok legyőzni, igen, még hogyha nézve is mondanak. Most ezt megerősítem. Ne, ez már szintén jó fegyver. Bravo! Na így már tudok haladni. De nehogy azt higgyéték, hogy cső. Hogy cső és sőt műszáj. Állj! Na, hogy a kutya? Együtt és elég lesz. A walking stick. Ez egy fos. I should have guessed you'd be cleaving your way to Stonebridge to find out what's got the Kruggles stirred up. If you could spare a few minutes to help an old neighbor before you go. I'd be favored to have. When I realized the Krug were actually attacking us, I tried to get to the safety of my cellar. A pincébe akart volna menni. If you need de már elfoglalták azok a Krugok. Szóval így csak ki a pincében, aki elfoglalták a pincét, azokat öljen meg. És akkor megjutalmaz. Most már 80 HP-n van. Ez körülbelül...
csak az mennyi is, aki számolom, 69. Így 34-et, ami nem. 29-el emeli még a HP-met. Tehát ő légy, az nekem nem kell. Road leader. Ez nem kell nekem, ez sem kell. Most már csak az itén králokat kell kiírtam, most küldést is itt vett. Jó, most harcolj! A bankúb az mennyi? Ez egy fos! Küldetés teljesítve. Ez most két defense-et ad. Hadd nézzem meg, hogy az idővel hogy állunk. Már 37 perc is úgy eltett. Az autószemvignél majd megállunk. Akkor ezt le kell cserélni, mert ez szart cserél. Rockup star. Ez is star. My thanks for clearing out the Krog. Session. For coming after farmers in our own homes. I don't doubt you'll battle many more on your journey to Stonebridge. You'd best be on your way. Vigyázzak magamra, és ne aggódjak miattam. Don't worry about me. I've enough supplies in the cellar to keep me going until this blows over. Ez a mana nem kell nekem. Jó, van most már. Nem kell fém senkit. Állj.
Ja igen, Dungeons is 2-ben a nehézség szintet nem könnyű normális nehéz, hanem Mercen, Zsoldos, Veterán és Elit. Itt már annyiban különbözik a dolog, hogy színnövelés. Úgy Veterán csak magas szintől nyitható meg. De a harmadik széria ugyanaz, mint ez. Csak a nehezet úgy nevezik, hogy hardcore. És négy karakter közül választhatok, akit egy nevük is van. Mivel egyedül vagyok, hogyha elesek, meghaltam. De viszont, hogyha 8-an vagyunk, és néhány elesik, még nem hal meg teljesen. De viszont, hogyha túlságosan durvát ütik, akkor már kinyugvad. És akkor nekem fel kell élesztenem. De az a fontos, hogy 8-ból ne halljon meg mind a 8. Jaj, miért megyek erre? Bár baj! Ezt biztos, hogy felveszem. De ez egy fos. Miért össze kell törni, vagy ki kell nyitni? De figyelmeztetés, az egyik kincses láda egy gyilkos láda. Néhány kartemete pillanatokat kinyúvasztotta. Bokállam túlélték, így fel tudtam mindenkit érezni. Csak ez is fos. Thank you.
Hol van mi? Jó, elmegyik egészen a kriptáig, és attól hova vége az első résznek. Észelmél, most mennyi van? 15 is volt. Dögölj már meg! Miért nem dög lesz már meg? Ez mindig lyukra megy. Mindent látott. Elégették ezt a hidat. Szóval arra felé van a út Stonebridge felé. És hogy a régi kriptába kell mennem ahhoz, hogy elérjessem Stonebridge-t. De azt nem várhatom tőle, hogy arra menj. Hogy arra mehessen. Várjál, 17, 14, 15, 10. És hol van? Itt van. Nem meg tudok írni, hogyha valaki rip felé, attól jelenik meg. Na teljesen látjátok, le is bőjöttek elő. Bár baj. Azért mondom, mamához, mert a kaltem nő. Hát arra felé van az a... Az a HP visszanövelő.
Gyere ide! No! Üzs már! Te ne hármon! Baj, hogy hárman vannak. Üzd már! Bravo! No, de ne ennyien! Ilyen farkas! Állj! És most jó van, akkor próbálkozhatsz most vele. Kettő, 18. Lehet, hogy nem egy mellé. De éppen arany. Nem tudtok ti legyőzni. Nagyon okos vagyok ahhoz, hogy le tudjátok győzni. Talán valakinek hasznos lehet.
Látjátok az a tündét? Az a terve, hogy növelje az erőmet. De ha viszont rosszul adja át azt az erőt, akkor bevágol, és akkor el van rontva a végjátszás. Jó! Nem szerint, nem sivetek ezekkel olyan nagyot. De itt lassúak. Azt a kurva, azt kurva nagyot üt! Várjál! 10-20. Ne ő! Igen, már öthet. Na, így. Van még itt valami? Csak az a fontos, hogy ne bugoljon. Hatchet. Ez is egy push. Így sokkal jobb. De viszont egyedül csinálnám meg, akár a 60. szintet is elérhetem, de kétlem, hogy meg tudnám csinálni, hogy halál nélkül. Nem kell ebből kettő. Állj, csak az jó.
Nem, ez egy fos. Bazd meg, mekkorát sebzett! Gyorsan voltam. Na tessék! Gyorsabban talál, mint én. Hát ez nem igaz. Hát még kell kvát ütnöd? De gava felég jusson el. Visszaesed neki. Nem jött össze. Na, vége. Na, csontvázokkal kell nagyon vigyázni. A jégtől nem kell félni, azok nem ütnek olyan nagyot. De amelyik... villámlást irányítani, nem csak olyanoknak kell félniük, akiknek nincs olyan magas páncéljuk. Bravo! Szinte ma hármasunk. Na, így már gyorsan vagyok, de... Na, üzsvön!
Már igen, megszólaltak volna szerintem, úgyhogy jelenség lennék. És autosave. Jól van srácok, ha tetszett, iratkozzatok fel a csatornámmal, simatok egy lájkot. Tehát ez volt a Dungeon Siege-es végigjátszása. Legközelebb folytatjuk. Sziasztok!